azért vagyunk itt ezen a szakmai konzultációs fórumon, hogy a szakemberek segítségével még jobb, még szebb jövőt támogatjuk. A projektben résztvevők Borsod-Újszentmihályi megyei városoknak. A szavak, a gondolatok könnyen elszállnak, ezért rendszerezni, rögzíteni kell. Ennek eszköze, a dokumentuma, az Instagram településfejlesztési stratégia. A programban részt vesz Cigánypor mezőkövesdi megyék valamennyi járásközpontja, kivéve Miskolcot, Miskolc megyei városért már elkészített a saját településfejlesztési stratégiát. 2012-ben megváltozott a megyei önkormányzatok szerepe, feladata és működése. 2012-ig egy intézményműködtető önkormányzat voltunk, mi esetünkben 59 intézményt működtettünk. 2013-tól megváltozott ez a feladatszerep, arról szól, hogy területfejlesztés és koordináció. Ennek teszünk eleget akkor, amikor az ITS 2014 konzorcium felkérésére egy projektindítót szerveztünk a megyeházára. A lényeg és a fontossága természetesen annak a 93 milliárd forintnak az elköltés, ami a 2014-2020-as európai ciklusra vonatkozik. Ezt a pénzt a lehető leghasznosabban gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatás bővítésre kell költenünk itt, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Jelenleg az ITS-e kidolgozás ez csak a 15 járási székhelyet fogja érinteni. Ők nagyon nagy segítséget kapnak azzal, hogy külső forrásból ez a dokumentum el fog készülni. A többiek rácsatlakozhatnak erre a munkára, és láthatják, hogy milyen egy ilyen előkészítés folyamata, hisz a jövőben arról tudunk beszélni, hogy a települések esetén településfejlesztési terveket kell kidolgozni, hogy a 93 milliárd forintból megfelelő pályázati forráshoz jussanak.